Sziasztok, Viktor vagyok Japánból, Japánról. És ez itt egy újabb videó, sajnos Bogi nélkül, egyedül. Bogi is nagyon szeretett volna velem lenni ebben a videóban, de sajnos elkapott tőlem egy betegséget, ugyanis az előző hétvégén sajnos én betegedtem meg egy ilyen kis megfázós, lázasos, nem tudom, ilyen szimpla megfázásos dolog, és sajnos sikerült átragasztanom, remélem, hogy Misikére nem fogjuk átragasztani, de egyelőre most Bogi betegen fekszik, úgyhogy nem tud ebben a videóban részt venni, de azért így a háttérmunkálatokban, úgymond, tehát így a pontok összegyűjtésében egy kicsit segített nekem. És amint a címből is láthattátok, ez a videó most arról fog szólni, hogy egy magyar ember hogyan tud elhelyezkedni Japánban, milyen lehetőségei vannak. Nyilván nem tudtam 100%-osan minden pontot összeszedni, de alapvetően egy ilyen, nem tudom, egy ilyen általános képet próbálok arról adni, hogy mik azok a lehetőségek, amikkel lehet számolni abban az esetben, hogyha valaki itt szeretne dolgozni. Az első dolog, amiről muszáj, hogy beszéljünk, vagyis hogy muszáj, hogy beszéljek, az az, hogy szerintem semmelyik országban, ahol vízumkötelezettség van, nem működik úgy ez az egész munkavállalás dolog, hogy én így betoppanok az országba, és azt mondom, hogy én szeretnék, nem tudom, szakács lenni, vagy szeretnék pizzafutár lenni, vagy szeretnék, nem tudom, taxisofőr, vagy teherautósofőr lenni, vagy akármicsoda. Ez nem így működik. Tehát az, hogy valaki kitalál valamit magának, hogy ő ezt szeretné csinálni, vagy ez fizet jól, és ő ezt akarja csinálni, ez nagyon jól működik addig, amíg otthon van a saját országában, vagy pedig egy olyan országban megy, mondjuk az Európai Unión belül, ahol nincsen ilyen munkavállalói vízum kötelesség. Sajnos magyaroknak Japánban jelenleg van ilyen munkavállalói vízum kötelesség, ami azt jelenti, hogy amíg nincsen a megadott munkaterülethez megfelelő vízumod, addig nem tudod elvállalni azt a munkát. Tök mindegy, hogy van-e rá képesítésed, vagy nincs. Tök mindegy, hogy a munkavállaló azt mondta, hogy felvesz és dolgozhatsz. Ha nem kapod meg a vízumot, akkor illegálisan fogsz dolgozni, vagy nem jöhetsz ki az országba egyetlen, mert be se engednek. Tehát ez egy kicsit egy ilyen félreértés szerintem néha, amit gondolnak az emberek, hogy én ki akarok jönni Japánba, és én ezt meg azt akarom csinálni, meg ezt, sajnos ez nem így működik, hogy mi mit szeretnénk csinálni, hanem ez úgy működik, hogy a japán piacon mire van kereslet, és mi ennek a keresletnek megfelelünk-e, és a bevándorlási hivatal is úgy gondolja-e, hogy mi megfelelünk azoknak a kritériumoknak, amiket az állam úgymond kitalál ezeknek a munkavállalóknak, és ugye hát itt nyilván bele kell azt is venni, hogy természetesen mi Magyarországról jövünk, tehát nem feltétlenül ugyanazokkal az esélyekkel indulunk, mint mondjuk például más országból érkező emberek, de erre majd részletesen meg ki fogok térni egy kicsit később. Hogyha valaki Japánban szeretne dolgozni, akkor szerintem annak az egyik egy ilyen viszonylag könnyebben járható útja, én szerintem, hogyha megpróbál itt diákként elhelyezkedni, tehát egy egyetemen tanulni, amire most már azért elég sok lehetőség van, tehát hogyha valaki mondjuk japán szakos, és megpróbál úgy egy ilyen cseh programmal kikerülni egy egyetemre, vagy hogyha például, nem tudom, kutatói vízummal, mint ahogy én is kikerültem, egy egyetemre el tud helyezkedni, mint ilyen, nem tudom, segédkutató, vagy esetleg csak szimplán BA-s diák, az egy nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy onnan például vagy tovább tanuljon az illető, tehát még x évet itt tudjon maradni, mint diák, vagy pedig esetleg el tudjon helyezkedni az egyetemén belül, vagy esetleg a szakterületén belül el tud helyezkedni, vagy esetleg éppen a szakterületén kívül, de már úgy, hogy itt tartózkodik valaki Japánban, és van egy tanulói vízuma, úgy szerintem sokkal könnyebb átváltani egy munkavállalói vízumra, minek utána megtalálta az adott céget, ahol szeretne dolgozni, és az adott cég beleismert abba, hogy szponzorálja az ő vízumkérelmét. De szerintem ez egy nagyon jó ilyen, nem is tudom, egy ilyen útvonal, amit így el lehet kezdeni, hogy valaki kikerül egy japán egyetemre, amiről egyébként beszéltem már előző videókban, hogy hogyan lehet, milyen lehetőségek vannak, stb. És miután az egyetemet befejezte, azután pedig el lehet gondolkodni, hogy szeretne hazamenni, vagy szeretne továbbra is itt élni, itt maradni, és akkor úgy gondolom, hogy viszonylag könnyebben indul, mint mondjuk valaki nulláról, úgyhogy még nem is járt esetleg Japánban. A második megoldás, az szintén egy olyan dolog, hogy
vagy sikerül, vagy nem. Ez az, hogyha valakinek a párja japán, és úgy döntenek, hogy összeházasodnak, és így meg tudja szerezni a ilyen házastársi vízumot, ami szerintem, én úgy gondolom, hogy viszonylag könnyű, mert hogyha már, úgy értem, hogyha már valakinek van japán házastársa, akkor onnan ezt a vízumot megszerezni könnyű. Én nem nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy egy tényleg valós, nem érdek házasságon alapuló kapcsolatra ne adnák meg Japánban a vízumot, tehát úgy mondhatjuk, hogy viszonylag ez könnyű megszerezni ezt a vízumot, és hogyha valaki már megszerezte ezt a házastársi vízumot, akkor onnantól kezdve tulajdonképpen már szabad a pálya bármilyen munkára, mert ugye már nem kell azon gondolkodnia, hogy meg tudja szerezni a vízumot azzal a munkával, vagy egyáltalán a cég szponzorálja az ő vízumkérelmét. Egészen addig, amíg a munkakereső talál egy olyan céget, ahol felveszik őt rész vagy akár teljes munkaidőben, mint külföldi, a saját nyelvtudásával, vagy éppen a munkával kapcsolatos tudásával egyetemben, akkor nem tudok ezzel tulajdonképpen bármilyen munkát vállalhat. Én úgy gondolom, hogy talán ez a legkönnyebb módja annak, hogy az ember munkát találjon Japánban, de természetesen nem akarok senkit sem most arra bíztatni, hogy gyorsan keressen egy japán házastársat magának. Ez nyilván nem így működik, de ha már van házastársa valakinek, és ha már meg tudta ő szerezni a házastársi vízumot, akkor innentől kezdve tulajdonképpen tényleg ez az egyik legkönnyebb módja annak, hogy munkát találjon Japánban, mert itt már nem kell ugye a vízummal foglalkozni, ahogy ezt az előbb is mondtam. A harmadik ilyen viszonylag, nem is tudom, elterjedtebb lehetőség az a nyelvoktatás Japánban. Nyilván itt elsősorban az angol oktatásra gondolok, hiszen a magyar nyelvoktatása, hát az mondjuk úgy, hogy eléggé elenyésző Japánban. Tehát az angol nyelvoktatás Japánban még szintén egy lehetőség, egy útvonal, csak ezzel kapcsolatban is egyébként vannak félreértések, amikre érdemes odafigyelni. Tehát sokan úgy gondolják, hogy ó, én tudok angolul, sőt, mit tudom, én 2 évet éltem angol nyelvterületen, úgyhogy szedem a sátorfámat és kimegyek Japánba, és akkor én ott angol tanár leszek. Csak hát ez nem egészen így működik, ugye? Amint azt az elején is elmondtam, elsősorban a legeslegeső dolog, hogy kell szerezni vízumot. Hogyan lehet szerezni vízumot ugye Japánba? Ezt is, amit mondtam. Kell egy cég, aki megszponzorálja. Nyilván lehet mondjuk magánvállalkozóként is, de szerintem az eszméletlenül nehéz így a nulláról, tehát itt teljesen így a semmiből. Tehát kell találni egy céget, aki szponzorálja nekünk azt, hogy mi megszerezzük a vízumot, és úgymond a nevét adja a mi vízumkérelmünkhöz, leírva, hogy mennyit fogunk nála keresni, mert annál a cégnél mennyit fogunk keresni, esetleg a cég tényleg képes-e arra, hogy eltartsa a dolgozóját, tehát tényleg képes arra, tehát van elég forgalma, stb. És hogyha megtaláltunk egy ilyen céget, ami felvesz minket, akkor azok után ugye lehet menni a bevándorlási hivatalba megigényelni a vízumot. De elsősorban az ilyen cégek, amelyek azzal foglalkoznak, hogy angol nyelvtanárokat alkalmaznak és angol nyelvet oktatnak, azoknál azért elég fontos kritérium az, hogy valaki anyanyelvi beszélő vagy anyanyelvi szintű beszélő legyen. Tehát, hogyha valaki beállít egy ilyen céghez, és csak így töri az angolt, vagy így helyek közel jól tud mondjuk kommunikálni, de például látszik, hogy mondjuk nyelvtanulag helytelenül beszél, vagy sok kiejtésbeli hibát ejt, hát akkor szerintem elég valószínű, hogy nem fogják felvenni, mivel miért is tennék, hiszen hát van bőven elég nagy választék mondjuk anyanyelvi angol beszélőkből. Tehát én úgy gondolom, hogy aki nem anyanyelvi angol beszélő, annak tulajdonképpen még úgymond magasabban is van ez a léc. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni, hogy azért úgy mondjuk egy ilyen helyel közzel tudok angolul jól tudással, azért nem biztos, hogy érdemes így belevágni ebbe az egészbe. A következő pont, hogy oké, jól van, megtaláltuk a cég azt mondta, hogy nagyon szuperek vagyunk, átmentünk minden interjún, stb. Eljutottunk oda, hogy a bevándorlási hivatalba beadjuk a papírjainkat. Na most ez nem így működik ott sem, hogy a cég azt mondja, hogy nekem kell ez az ember, és akkor én majd őt felveszem, sajnos nem. A bevándorlási hivatalban is vannak komoly kritériumok, a nem anyanyelvi, tehát itt most magyarokról beszélek, akik nem anyanyelvi angol beszélők, azoknak alapvetően kell, nem tudom, minimum 2 év angol nyelvoktatási tapasztalat, akkor vagy az, hogy például két tannyelvű vagy angol nyelvterületen végzett minimum középiskolát,
vagy az, hogy például angol nyelvtanárként diplomázott egyetemen. Tehát azért ennek komoly kritériumai vannak, tehát ez megint csak nem csak úgy működik, hogy mit tudom én nekiugrok, és akkor azt mondom, hogy én már éltem, mit tudom én, 2 évet Ausztráliában, és akkor egyszer csak hirtelen hip-hop így angol nyelvtanár leszek magyarként Japánban. Sajnos nem, papírokkal kell bizonyítani, hogy nekünk úgymond van képességünk arra, és képesítésünk is arra, hogy angol tanárok legyünk. Ezt egyébként azért tudom, mert én ugyanebben a szituációban voltam, és egyébként nekem egyszer vagy kétszer visszadobták a vízumkérelmet, ugyanis nem voltak meg ezek a papírok, és azt mondták, hogy hiába tudok jól angolul, az egy dolog, de hát ezt így a bevándorlási hivatal az nem fogja elfogadni. És szerintem nekem is össze kellett szednem normálisan a papírokat, beadni újra, és akkor sikerült megkapnom ezt az angoltanári, igazából nem is angoltanári vízum, egyébként nem így hívják, de sikerült megkapnom azt a vízumot, amellyel angoltanárként dolgozhatom itt Japánban, és jelenleg is így dolgozom. Tehát ezért ez nem feltétlenül úgy megy, hogy csak így nekiesek, és akkor így bim-bam-bum, én hirtelen angoltanár lettem itt. Lehet hallani, mit tudom én, ilyen rémtörténeteket, hogy rettenetes angol tudással valaki például, mit tudom én, itt ott angoltanár. Elképzelhető, nem kizárt, de abban biztos vagyok, hogy nem angol tanári munkára kapott vízummal van itt az illető, hanem mondjuk például lehetséges, hogy a házastársa mondjuk Japán, és így már megszerzett egy vízumot, és esetleg egy kisebb cég alkalmazza őt angoltanárként, vagy mit tudom én, így magán úton, módon tanítgat embereket angolul, de például ilyen ALT-nek, ami azt jelenti, hogy Assistant Language Teacher, ennek 100%, hogy nem veszik fel középiskolába, vagy bármilyen ilyen közoktatási intézménybe, tehát oda alapvetően szinte, ha jól tudom, csak anyanyelvi beszélőket vesznek föl, vagy tényleg nagyon anyanyelvi szinten tudó nem anyanyelvi beszélőket. Igen, tehát vannak ilyen esetek, de szerintem ez egyébként eléggé ritka. Én nem tudom, akiket én ismerek itt Japánban angoltanárok, azok szerintem 80-90%-ban anyanyelvi beszélők, és a maradék x% az pedig anyanyelvi szinten beszél, tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon jól tudnak angolul, és nem is biztos, hogy az ember elsőre kiszúrja, hogy esetleg nem anyanyelvi beszélők. Egy másik dolog pedig az, hogy a pénzkereseti lehetőség, erről megint csak azért tudok nyilatkozni, mert ugye én személyesen ebben benne vagyok, azért nem mondhatnám, hogy az angol tanári munka az olyan eszméletlenül jól fizet. Várostól függően, vagy így mondjuk elhelyezkedéstől függően ilyen 250-300 ezer ilyen körül mozog a fizetés. Hát talán még 350 ezer ilyent itt-ott meg lehet kapni, de én 400 ezer ilyen vagy a fölött azt eléggé kizártnak tartom egyébként így havi szinten. Inkább a 250 és a 300 között az, ami szerintem reális. És arról nem beszélve, hogy mondjuk például vannak nagyon sok én is ilyen hirdetést látok itt-ott, már mint magánszemélyektől, akik azt mondják, hogy angol oktatást vállalok, mit tudom, 3 fő, 1 óra, 5000 jen. Na most ez milyen jól hangzik, ugye 1 óra alatt megkeresek 5000 jent, mit tudom, 13-14 ezer forintot, ez eszméletlenül jól hangzik, de erre nem adnak vízumot. Tehát ez nem úgy működik, hogy én most csak így kijövök, és csak azt mondom, hogy én itt magán angol tanárkodni fogok, erre nem fognak vízumot adni. Hogyha így jön ki valaki, azt eleve be sem fogják engedni az országba, maximum turistaként. És akkor onnantól kezdve vagy feketén dolgozik, vagy pedig elhelyezkedik egy cégnél angoltanárként, és mellette mondjuk tarthat külön órákat, hogyha még van ideje és energiája, de ahhoz megint csak kell az, hogy már olyan szinten tudjon angolul, és megkapja ezt a vízumot, ami szükséges ehhez. Tehát azért ez sem úgy működik, hogy csak az ember így ideugrik, és akkor 4-5 ezer jenekkére elvál 3-4 fő, 4 fős órákat. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy mi van, hogyha mondjuk csak egy-két ilyen csoportja van összesen, és akkor így heti egy-két csoportot tanít. Hiába, hogyha nagyon jó az órabére, de hogyha nincs elég órája, akkor nem fog tudni ebből megélni. Tehát egy havi 30-40 ezer jenből sehol nem fog tudni Japánban megélni. Tulajdonképpen ez még az albérletére sem elegendő, de mondjuk még a társadalombiztosítása sem. Egyébként, szóval, meg hát alapvetően mondom erre, tehát ez abszurd, erre senki nem kap vízumot, senki semmelyik országban nem adnak erre vízumot, úgyhogy ezt is azért figyelembe kell venni, hogy a keresetek sem olyan eszméletlenül magasak,
megszerezni hozzá a vízumot sem annyira könnyű magyarként, úgyhogy ezt az angol tanáros munkát én, mint magyar nem feltétlenül szoktam az elsők között ajánlani, hogy ez a legjobb lehetőség, amivel ki lehet jutni Japánba. A negyedik ilyen lehetőség az egyébként egy eszméletlenül jó lehetőség, ez a Working Holiday, ami nagyon-nagyon jó azoknak az embereknek, akik meg szeretnék tapasztalni mondjuk, és körbe szeretnék utazni Japánt, nem feltétlenül akarnak belegebedni a munkába, hanem inkább tényleg csak meg szeretnék nézni. Viszont van egy pár hátulütője, vagy hát nem is tudom, inkább ilyen negatívum a Working Holiday-nek. Az első az, hogy korhatáros. Tehát 30 év fölött már nem lehet megkapni ezt a vízumot. A másik pedig az, hogy egész egyszerűen nem feltétlenül biztos, hogy találunk olyan munkát, ami finanszírozza a mi utazásainkat, tehát kell lennie egy ilyen alaptőkének az embernek, amivel kijön ide utazgatni. Viszont nagyon nagy pozitívuma, hogy szabad, tehát marha nagy szabadságot biztosít azzal kapcsolatban, hogy szinte bárhol élhetünk Japánban. Tulajdonképpen legális kereteken belül és nem éjszakai munkán kívül tulajdonképpen bármilyen munkát elvállalhatunk, ami csak tetszik, és ahova természetesen felvesznek. És egy másik nagyon nagy pozitívuma az az szerintem, hogy tulajdonképpen ezt a vízumot szerintem, hogyha van az embernek egy jó utazási terve, akkor elég könnyen meg lehet kapni, ameddig persze megfelel a kritériumoknak szintén. Szóval a Working Holiday-t egyébként ajánlom, hogy mindenki nézzen utána, aki még belefér ebbe a 30 éves keretbe, és szeretne mondjuk körbenézni Japánba. Egy másik nagy pozitívum ennek a Working Holiday-nek, hogyha valaki mondjuk nagyon jól megfelelt, és nagyon tetszett neki az egyik munkahely, ahol éppen dolgozott, akkor utána szépen haza tud menni, és lehetséges, hogy kap egy ilyen, nem tudom, meghívó levelet és egy szponzorálást attól a cégtől, hogyha tovább is szeretnék alkalmazni, és akkor majd vissza tud menni már rendes munkavállalói vízummal, nem pedig Working Holiday vízummal, ami egyébként úgy gondolom, hogy tehát ez egy ilyen jó ugródeszka lehet azoknak, akik próbálkoznának itt letelepedni és munkát keresni Japánban. A következő pontban egy kicsit ilyen, nem is tudom, ilyen réteg lehetőséget fogok mondani. Az IT-vel kapcsolatos, nem is tudom, ilyen munkák vagy munkalehetőségek mostanában eszméletlenül divatosak, és nagyon-nagyon nagy a kereslet. Tehát akinek mondjuk ilyen végzettsége van, annak lehet, és szeretne mondjuk Japánban élni vagy dolgozni, annak érdemes utána nézni, mert nagyon jó munkalehetőségek vannak. Eléggé jó keresettel. Annyi, hogy természetesen meg kell nézni, hogy az adott cég szponzorálja a vízumot, és segít így a letelepedésben Japánban. Hogyha ez valós és reális, akkor tényleg eszméletlenül jó állásokat lehet megcsípni. Bogi nemrég nézett végig egy pár ilyet, és nagyon-nagyon jó fizetéseket, tehát ilyen 4-500 vagy még annál több, 400 ezer jenes, vagy amíg annál több fizetést is el lehet érni ezekkel a munkákkal. Úgyhogy akinek ilyen végzettsége van, azt nagyon ajánlom, bár azt hozzá kell tenni, hogy szerintem akinek ilyen végzettsége van, az alapvetően tulajdonképpen bármelyik országban eléggé jól el tud helyezkedni, úgy gondolom. Ez azoknak lehet érdekes, akik tényleg feltétlenül Japánban szeretnének élni, és Japánban szeretnének dolgozni. Bár azért a japán munkamorál és a munkahelyi viszonyok kissé mások, mint mondjuk nyugaton, de ez egy másik videónak lesz majd a tartalma. A következő pontban arról gondoltam beszélni, hogy vannak olyan lehetőségek is, amikben sokan egyébként nem gondolkodnak, hogyha esetleg a jövőben a Japánban szeretne élni és dolgozni, stb., akkor lehet, hogy érdemes mondjuk Magyarországról megpróbálni egy ilyen japán cégnél az elhelyezkedést, és lehetséges, hogy megvan rá az esély, hogyha az illető megfelel a követelményeknek, hogy esetleg kihelyezik a japán anyacéghez, vagy Japánon belül a cégnek egy bármelyik részéhez. Ez szerintem egyébként egy nem rossz ötlet olyan szempontból, hogy tulajdonképpen a saját szakterületén tud az ember elhelyezkedni egy bizonyos céghez, és utána, hogyha úgy gondolják, hogy megfelelő az illető, beleillik úgymond a cégnek a profiljába, stb., akkor kiküldik Japánba. Tehát, hogyha valaki ki szeretne jönni, akkor lehet, hogy nem elsősorban úgy kell próbálkozni, hogy neki esni és venni egy repülőjegyet és felülni és kijönni az országba, hanem elhelyezkedni, együtt dolgozni japán kollégákkal esetleg, és akkor utána megvan rá lehetőség, hogy esetleg kikerüljön ide Japánba az illető. Nem mondom, hogy ez az egyik legsimább út, vagy az egyik leggyorsabb és legkönnyebb út, de ez is egy lehetőség, amin el lehet gondolkodni, és körbe lehet nézni így az álláshirdetéseknél. Nyilván alapvetően egyébként nem feltétlenül mondjuk így gyárban gondolom, hogy
a soron dolgozni japán cégeknél, hanem alapvetően inkább talán irodai munkára, vagy ilyen japán érdekeltségű nagyobb cégeknél. Az utolsó pontban még annyit szeretnék elmondani, hogy alapvetően azért az is lehetséges, hogyha valakinek mondjuk olyan szakterülete van, ami ilyen nagyon specifikus, és mondjuk esetleg igényt tart rá Japán, hogy itt alkalmazzák, tehát itt gondolok mondjuk, nem tudom, szakorvosokra, mérnökökre, vagy ilyen tényleg nagyon specifikus munkákra, amikkel szintén lehet mondjuk Japánban munkát találni. Úgy gondolom, hogy azért akinek van már egy ilyen végzettsége, az valószínűleg fog találni jó munkát a saját országban, vagy esetleg egy másik országban. Továbbá akinek ilyen végzettsége van, azt nem feltétlenül gondolom, hogy már olyan korban van, hogy esetleg mondjuk országot szeretne váltani, és beleugrani egy újabb nagy kalandba. Úgyhogy ezt is mondom, csak így megemlítem, mint lehetőség, de ez sem feltétlenül olyan, hogy nagyon sokan ki fogják használni. És tulajdonképpen ez volt az utolsó pont. A Japán Bevándorlási Hivatalnak egyébként az oldalán, majd be fogom linkelni, megtalálható, hogy hány magyar tartózkodik Japánban. Azt hiszem, ez egy tavalyi felmérés, a legutolsó, és ezen belül ugye milyen vízummal rendelkeznek az itt élő külföldiek, és beleértve ugye a magyarokat is. Ahogy én láttam, a nagy része mondjuk úgy, hogy japán házastársal rendelkező magyar, vagy pedig EJUKEN-nel, tehát ilyen letelepedési engedéllyel rendelkező magyar, aki egyébként szerintem szinte ugyan nagy százalékában a házastársi vízumról tudott átváltani ilyen letelepedési vízumra. Aztán egy másik nagy része a diákok, tehát az itt tanuló diákok, és végül harmadik ilyen nagyobb csoport, az pedig az olyan vízummal rendelkező magyar állampolgárok, mint például én, ami igazából nem is tudom pontosan, hogy tudom lefordítani, mert egy eszméletlen hosszú neve van ennek, majd nem tudom, megpróbálom így feliratozni, de valami, nem tudom, Jinbun Shishiki, vagy nem tudom, valami ilyesmire emlékszem, egyébként pont most voltam vízumot újítani, ennek ellenére nem emlékszem, mert tulajdonképpen csak meg kellett pipálnom. Úgyhogy ennyit szerettem volna tulajdonképpen elmondani erről, remélem, hogy ez így segíteni fog nektek egy kicsit abban, hogy mondjuk így átlássátok jobban azt, hogy hogyan lehet munkát találni Japánban, hogyan milyen lehetőségek vannak, és milyen buktatók lehetnek, és majd nem tudom, így gondolkodjatok el azon például, hogy tényleg megéri-e ezt az egészet, és hogyha még fiatalok vagytok, és inkább csak először így beleszeretnétek egy pillanatra így csöppenni ebbe, és meg szeretnétek nézni a japán nevezetességeket, kultúrát, japán levegőt szeretnétek szívni, akkor elsősorban a Working Holiday-t ajánlom, vagy pedig azt, hogyha egyetemre jártok, akkor próbáljátok meg valahogy egy ilyen japán itt tanulási lehetőséget keresni. Hogyha nem, akkor marad az, hogyha nagyon jól tudtok angolul, és van, megfeleltek a követelményeknek, akkor jöttök, és megpróbáltok elhelyezkedni valamilyen nyelvtanárként, vagy angol, vagy nem tudom, amilyen nyelvet éppen tudtok. Vagy hogyha pedig úgy alakul, hogy megismerkedtek egy japán személlyel, aki nagyon szimpatikus nektek, akkor stb. Azt tudjátok. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek minket, igazából csak engem, de Bogi a háttérből segített nekem, és további szép napot kívánok. Sziasztok!